a Kelet kapuja, vagyis Záhony, amely sokak számára olyannyira összeforra vasúttal, hogy Magyarországon egyedülálló módon a vasúti kerék is belekerült a város címerébe. A település 34 évvel ezelőtt vált várossá, azóta ennek alkalmából minden évben kiosztják a város okleveleit és emlékplakettjeit. Ez alól csak a pandémiás időszak volt kivétel. Már a harmadik évben maradt ki a városnapunk és az ehhez kapcsolódó városnapi programok, és pont egy olyan feszült időszakban, amikor szerintem nagyon hiányzott volna a város lakosságának egy kis kikapcsolódás, egy kis közös együttlét. Sajnos a pandémia és a háború miatti tevékenységek miatt ezt el kellett, hogy halasszuk. Remélem, hogy az idei évben most az Isten is kegyes hozzánk, és jó időnk lesz. 30-án lesz egy hagyományos fákes felvonulásunk, és városnapi koncertek és programok, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk erre a rendezvényre. Bajor Tibor, Záhony város első polgármestere, a város hírnevét nem csak közigazgatási szempontból igyekezett öregbíteni, de Záhonyt tudományos szempontból is kutatta. Idén őt is kitüntette a város önkormányzata a településért végzett munkájáért. Mennél többet kutatok, és mennél többet merítek a levéltárakból, hazai és ukrajnai levéltárakból, úgy derül ki egyre jobban, hogy bizony az a város, ez egy rendkívül érdekes város, mindig kiáll saját magáért. Szerintem az egyetlen város, vagy egyetlen település Magyarországon, amelyik háromszor költözött arrébb, tehát nem az eredeti helyén van. Ha az eredeti helyén lenne, akkor most Ukrajnába, Kárpátalján lenne a Záhony település. Sesták Oszkár beszédében emlékeztette az ünneplőket, hogy Záhony valaha Ungvár megyéhez tartozott, és hangsúlyozta, hogy a település sorsa geopolitikai okok miatt a mai napig egybefort Magyarország sorsával. A rendszerváltás követően nyilvánvalóan komoly visszaesés következett be a mostani járműforgalomba. Aztán sok év telt el, ami ebben a Csipke-Rózsi államban találta a várost, aztán néhány éve felvillant a kínai tranzitforgalomnak a lehetősége. Emlékszem, itt voltunk talán még a pandémia előtt, menet közben egy olyan vasútlogisztikai fejlesztés megnyitását lehetővé tevő fejlesztési elképzelés felvázolásakor, amely a városnak egy újabb jelentős logisztikai, az új időkhöz, az új sejjelmúlthoz kapcsolódó logisztikai fejlesztési lehetőséget jelentett volna. Aztán nem csak a pandémia jött, hanem az orosz-ukrán háború is, amely ezt a fejlesztési lehetőséget legalábbis megállította. Reményünk szerint csak megállította, de nem akasztotta meg. A közösségért végzett munkájáért elismerő oklevelet és emlékplakettet vehetett át Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője. A határátkelő helyen rendelkező települések tényleg kimagasló munkát végeztek. Jó érzés volt a török menekültügyi főbiztos, aki az Európa Tanács főbiztosa, hogy kiemelte Magyarország szerepét, de hogyha végig gondoljuk, vagy végig gondolom, akkor például George Pataki, aki aranyosapáti származású New York volt kormányzója, azt mondta, hogy zseniális, amit az emberek itt művelnek. Én úgy hiszem, hogy panasz nem lehetett arra, hogy az itt élő emberek tényleg szívüket, lelkéket, az áhonyiak természetesen, az áhonyiak is a szívüket, lelköket kitették azért, hogy a nehéz helyzetben került emberek itt valamiféle megnyugvást találjanak. Több záhonyi kitüntetett mellett Tóth Ferencné, a nőszövetség vezetője is elismerést kapott, aki a közösségi tevékenysége mellett 10 éven át gyűjtötte a régi fotókat, videókat és történeteket Záhonyról. Nagyon sokszor megható pillanatok voltak, ami végül is nem bántam meg, hogy ez majdnem 10 évnek a munkája, hogy ez létrejött, és akkor így fordult elő ez a film. Hát maga az, hogy a képeket, meg ugye a felvett eseményeket, azt az ember kézzel leírja, akkor gépbe beleírja, és akkor volt egy ismerős, aki álmomat megvalósította. A díszünnepségen közreműködtek többek között a záhonyi zenepedagógusok.